Fel kell tennünk a kérdést, hogy mikor lép fel a magyar kormány a nyíltan szeparatista és uszító Opera-Roma párttal szemben. Az Opera-Roma párt legutóbbi videójában már polgárháborút vizionált, és folyamatosan parasztozta a magyar embereket. Emlékezhetünk rá, hogy ez az a párt, amely évekkel ezelőtt már arról beszélt, hogy Észak-Kelet Magyarország 4 megyének a területén Szabolcs, Borsod, Heves, Nógrád önálló roma autonóm tartományt kell létrehozni. Azt gondolom, hogy ez a fajta kommunikáció rendkívül káros, hiszen tovább rombolja az amúgy is feszült cigány-magyar együttélést. Jól látszik, hogy üzeneteik, elszakadási törekvéseik, hiszen a cigányság egyes részeinél termékeny talajra hullanak. Jó magam pár héttel ezelőtt egy borsodi kisfaluban forgattam, és bizony a következő üzeneteket kaptam ezen forgatás után, próbálom idézni, mit keresnek ezek itt, ki engedte be ide ezeket. Tehát pontosan jól látszik, hogy vannak olyanok, akik ott azt a területet, ahol élnek, már szinte egy önálló enklávéként kezelik. Ezen kívül azt gondolom, hogy nemzetbiztonsági szempontból is komoly probléma, hiszen a külföldi titkosszolgálatok külföldi pénzekkel az ilyen szervezeteket felhasználva bizony destabilizálhatják az ország helyzetét, különösen ilyen háborús időkben. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom álláspontja egyértelmű a kérdésben, a magyar kormánynak és a hatóságoknak lépniük kell. Azt gondoljuk, hogy az olyan szervezetek, amelyek uszítanak, elszakadási törekvéseik vannak, külföldről pénzeltek, tehát nemzetellenesek, azokat bizony fel kell oszlatni.